Egyhetes országos munkaszünet lesz Oroszországban, így próbálják lassítani a koronavírus terjedését, ugyanis az elmúlt időszakban drámai mértékben nő a fertőzöttek és az elhunytak száma is. A szünet október 30-án indul, november 7-től pedig csak azok mehetnek majd vissza dolgozni, akik negatív tesztet vagy oltási, illetve gyógyultsági igazolást tudnak felmutatni. Hajnalban a reggeli csúcsforgalom előtt már megkezdik a fertőtlenítést a nagymoszkvai közlekedési csomópontokon. Milliók utaznak naponta vasúton és metrón az orosz fővárosban, ezért elengedhetetlen, hogy folyamatosan fertőtlenítsék a padlókat, a kilincseket és minden olyan tárgyat, amelyhez sokan érnek hozzá. Az elővigyázatosság nem véletlen, az országban nagyon súlyos a járványhelyzet. Oroszország 85 régiója közül 79-ben a megbetegedések száma napról napra növekszik, és 255 ezer koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban. Az egészségügyi hatóságok megkongatták a vészharangot mondván, ha sürgősen nem történik beavatkozás, az intenzív osztályokon elfogynak a fertőzöttek ellátására alkalmas ágyak. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán jóváhagyta a kormány intézkedési csomagját a járvány megfékezésére. Ennek értelmében október 30-a és november 7-e között országos munkaszünetet vezetnek be. Azokban a régiókban pedig, ahol a legsúlyosabb a járványhelyzet, már október 23-ától lehetővé teszik a leállást. A munkaadóknak a kormány azt javasolta, hogy a be nem oltott 60 évesnél idősebb alkalmazottaikat legalább 4 hétre irányítsák át távmunkára, hogy fel tudják venni a vakcinát. A miniszterelnök helyettes indítványozta, hogy a fiatalabb dolgozók kapjanak 2 szabadnapot, ha beoltatják magukat. A november 7-én újra nyitó intézményekbe pedig csak az oltottságot, vagy a fertőzésből történt felgyógyulást igazoló QR kóddal, illetve negatív PCR teszttel lehet majd belépni. Még egyszer elmondom, hogy a vakcina valóban csökkenti a fertőzés vagy a betegség súlyos szövődményeinek kockázatát és a halálozás veszélyét is. Ezért támogatom a kormány javaslatát. Határozottan felhívom minden állampolgárunkat az oltásra, mondta az elnök. Oroszországban csak a lakosság 45%-a kapta meg eddig az oltás első adagját. Emiatt a járvány szinte megállíthatatlanul terjed. Naponta 34 ezer körül alakul az újonnan regisztrált betegek száma, és mintegy 1000 ember hal meg a betegségben. Az intenzív ellátásra szoruló betegek legnagyobb része nem kapta meg a koronavírus elleni védőoltás egyik adagját sem.